Javában zajlik a közlekedési múzeum két muzeális villamosának restaurálása. Az Ugligeti ezres és az UV típusok az elmúlt két évben kerültek az intézmény birtokába. A gyűjtemény fejlesztési programjuknak köszönhetően az ikonikus járművek az utókor számára is megmaradnak. Az áprilisban megkezdődött munka összesen 700 napig tart, a végére pedig eredeti pompájában fog tündökölni ez a két villamos. A járművek vász szerkezetének bontása már elkészült, jelenleg a szemcseszórást végzik a szakemberek. Ez egy olyan eljárás, amely a rozsdás felület tisztítására szolgál. Mi arra törekszünk, hogy a hazai gyártású típusokat, amelyek hosszú időn keresztül szolgáltak, több nemzedéket is kiszolgáltak, ezeket gyűjtsük, és ezeket újítsuk föl úgy, hogy gyártáskori, vagy az utolsó fellelt állapot szerinti felújított, de hitelesen felújított állapotban mutathassuk be. Az ikonikus ezres sorozat teljes mértékben magyar gyártású. A villamosokból összesen 80 darab készült 1911 és 1912 között, majd az 1930-as és 40-es években a fővárosi közösségi közlekedés egyik legjelentősebb járművei voltak. Erős motorjaiknak köszönhetően Budapest legforgalmasabb vonalain jártak 73 éven keresztül. Minket is nagyon meglepett, hogy előkerült az eredeti 112 éves tábla. Ez az eredeti favázas járművön volt, és amikor megcsinálták az acélvász szerkezetet, akkor átszerkesztették ezt ide, úgyhogy nagyon sok izgalmas dolog kerül elő egy ilyen szemcseszórás után. Itt mindjárt látható ez a csúszásmentesítés, ez az igazi handmade, hegesztő varratokkal csinálták ezt meg, de hát azért van itt mesteri munka is, mert a mérnökök sajnos alultervezték az alvázat, és az itt föllemozgó futómű a szépen a sineken, ahogy zakatolt, szétütötte ezt a vászszerkezetet, és ugye fölraktak föntre egy lapos vaserősítést, meg ide lentre is, de ahhoz le kellett szedni a szegecseket és a futóműtartó elemeket, és itt látszik, hogy a mester bepontozta, ez 5 pont, és római ötössel megjelölte, hogy melyik alkatrész kerül ide. Ez a megmentett darab egykor a Budagyöngye és a Zugliget között közlekedő 58-as vonalbejárató típusa volt. 1977-ben azonban befejeződött a működése, a járművet pedig 1984-ben leselejtezték. Ez egy kultikus vonal volt, ami még például egy Szabó István filmben is megjelenik, az Apa című filmben, de több más helyen is, és aminek a helyreállításáért, az újraélesztésért nagyon sokan küzdöttek, még a mai napig is küzdenek. Ezt a villamost, mint ennek azóta megszüntetett, felszedett vonalnak az egyik utolsó darabját, emlékét, ezt a Zugligeti libegőnek az alján, alsó végállomásán előrizték, egészen addig, amíg 2023-ban a közlekedési múzeum úgy döntöttünk, hogy egyébként a kerületi önkormányzat segítségével és támogatásával fedél alá visszük. A két jármű restaurálása, azaz eredeti formába való visszaállítása egymás mellett egy időben zajlik. Hamarosan megkezdődik a kocsiszekrények külső burkolatának helyrehozása és a tetőszerkezetek javítása. Ezután következik az utastér és a vezetőállások restaurálása. Ő is majd megkapja a szemcseszórást, és akkor kiderül az, hogy mennyire tudtak jól bánni a festők a kitteléssel, és milyen vastag rétegek vannak. Sajnos azt feltételezzük, hogy mivel ez vékonyabb lemezből van, ez rosszabb állapotban lesz, mint az ezres széria. Az UV típusú villamos első szerelvénye 1956-ban mutatkozott be a budapesti 2-es vonalon. 1956 és 1965 között 4 sorozatban, összesen 375 darab készült belőle, ezzel a legnagyobb darabszámban gyártott magyar villamos lett. A többi közt a 47-es, 49-es vonalon is járt, 2007-ben vezették ki a forgalomból. Én azt gondolom, hogy ezeknek a bemutatásához egy nagy térre van szükség, tehát mindenféleképpen valamilyen nagy csarnokba tudjuk bemutatni. Időszaki, vagy később én remélem, hogy állandó tárlat keretében is. Ha minden a tervek szerint alakul, 2 év múlva megvalósul a kiállítás, és a nagy közönség is láthatja az elkészült villamosokat.